Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt a Gyalogos című játékunk következő epizódja, és megfejtettük a titkát a dolgoknak. Ne! Értem a dolgomat, mit kell csinálnom. Ez az. Jó. Aha. Csak vissza kéne oda jutnom. És miért pont oda? Gondolkodom. Aha, ugye a kulcsot elvesztem. Jaj, hát persze! Igen, most nálam van a kulcsot. Hát jó lenne, ha ide raknánk, és akkor... Ja, várjál, jó lenne, ha oda fölraknánk. Várjál, hogy tudom megkaparintani? Gondolkodjunk, jó? Tehát én ezt a kulcsot én most el tudom vinni, ha jól sejtem, akár, akár bárhova, nem? Akkor át tudom vinni ide is. Na, várjál. Most a kulcs még... Aha, most itt van. Itt van a kulcs jelen pillanatban. Most a karakteremmel kéne... Ah, tudom már, a dobozt ide kéne hoznom. És akkor azzal vissza tudok menni. A kulcsot ide kéne dobnom, szerintem. Igen. Igen, összeállt a kép. A kulcsot kérném szépen... Kéne nekem egy... Oké. Be kell térképeznem, hogy hol vagyok. Igen, itt levesszük, és ott a másik utat. Igen, oda föl. Még nem tűnik el a rendszer. Aha, itt csak egy irányba tudok. Az ott leesik a kezembe, akkor másik irányba kell dolgozni. Így körbe lehet mennem, igaz? Igen, ez az ajtó, ez. Egyelőre úgy látom, hogy nem kell ledobnom. Igen, ide akartam. Keresszük el, azaz. Most megnézzük, hogy a térképen jó helyen van, és hogyha igen, még nem kezdjük újból a dolgot, mert a dobozzal is kell játszani egy kicsit. Ez nagyon, nagyon eszes volt ez a dolog. Na nézzük, csak hol van most. Igen, most a kulcs a bejáratnál, az most nagyon jó helyen van. Viszont most nekem a dobozt azt ide kell elhoznom. Most
az lesz a feladatom szerintem, hogy ezt a dobozt elvegyünk ide vele, és utána elhelyezzük. Szerintem az lesz a feladatunk most vele. Ezt nagyon ügyesen kitalálta valaki. Irigylem az agyát, hogy így fogalmazzam. És ki kell onnan jutnunk. Na az lesz a te nehéz dolog, hogy hogy fogunk onnan kijutni. Aha, így jelzi, hogy most én hol vagyok. Hát oda nem vagyok benne biztos, hogy le tudom rakni. Akkor ide rakjuk le, mindjárt ránézünk, hogy ez most hol van nekünk a játék tekintetében. Aha, odafönt. Akkor le kell dobni. Igen, le kell dobnunk. És akkor jó lesz a dolog. Itt. És csak? Ja nem. A picsába. Akkor ide. Nézzük, hogy ez most jól működik-e. Mint így kitaláltam. Aha, az most jó helyre fog menni. Csak el kell tűnnem onnan. Mielőtt rám esik, azaz. Így. Ott a kulcs. És az a baj, hogy ezzel viszont az ajtók módosulni fognak. Igen, módosulni fognak ezzel az ajtók. Jó, kezdhetjük előről. Nem baj. Kezdjük először is azzal. Várjál, ezt még én nem tudom megkaparintani. Hű, 3D-s. Nem a legrosszabb, nem a leggyorsabb utat választottam. Igen, itt vagyok én. De jó rájönni, hogy ez itt vagyok én. Na. És akkor még a kulcsal kéne majd játszanunk egyet, de az majd megint csak akkor, hogyha majd odaérünk. Shift-tel gyorsabban futok. Az a lényeg. Na. Na nézzük, ott van a... Igen. Anyád! Ja, rosszat nyomok. Jó, ide kell elhozni a kulcsot. Csak először... Ú, basszus, hogy jutok el oda a kulcshoz? Így. Jó, most ide jön egy doboz. Ok.
Úgyhogy itt van a kulcs. Le fog jönni a doboz. Megint a legrosszabb úton megyek. Hosszabb úton. Ez de jó ki van találva. Egy irányba meg tudom csinálni az utat. Így. Van egy kis szélviharunk, és az folyamatosan akadályozza így a gondolataimat. Ez nem lesz rossz helyen? Ez rám fog esni, gyerekek. Fog rám esni. Oké. Na, így már megvan egyébként a kulcs egyébként, megjegyzem. Aha. A probléma az ott van, hogy nekem ide kell a kulcs. Oké. Feladatom a következő, magamhoz oda kell vinni a kulcsot. Ennek a megoldása abban rejlik, hogy tudjuk, hogy körútvonal az az egész. Igaz? Tudjuk, hogy az egész egy körútvonal. Úgyhogy most egy kicsit begyorsítva megyünk. Hinni? Na most pedig irány vissza föl. Na, így. Oké, következő lépés. Arra kell kimennem. De az hogy fogom megcsinálni? Hogy tudom megcsinálni? Pontosítok. Magamat nem tudom. Doboz, ajtó, minden eltűnik így. Szedjük előről. És ha jól tippelem így most, akkor ugye semmilyen útunk nincsen, igaz? Igen. Igen, 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 jól sejtem. Így most semmilyen útunk nincsen. Na, erre gondolkodjunk. Össze kell kapcsolnunk a megfelelő úton módon az egész rendszert. Igen, ez jó lesz szerintem, de mindjárt kiderül. Ne. Vissza. A dobozt el kell vinnünk. Ide kell tolnunk. Meg különben nem fogjuk elérni. Na, oké. Jó, most a dobozzal föl kell mennünk.
Megint úgy lett beállítva, ahogy eddig volt. Az kell, rakjuk ide. Oké. Egyelőre ennyit tudok csinálni. Aha, és most azért van így, mert már használtam az utat. Mindegyik utat használtam, úgyhogy ez innentől kezdve le van tudtad, le van zsírozva. Most karakterként én itt vagyok. Igen, most az fog következni, hogy a kulcsot nekem most el kell vinnem. Igen, most az fog következni, hogy nekem a kulcsot el kell vinnem ide, hogy megszerezzem. Csak oda hogy fogok kijutni? Várjál most a doboz. Ja, várjál, még a kulcs az még nincs nekem a kézenfekvő helyen, igaz? Igen, és még nincsen nekem kézenfekvő helyen. Kulcsot el kéne hoznom a kézenfekvő helyre. És viszont kell nekem a doboz. Jó, a kulcs már jó helyen van, de először kezdjük a dobozzal. Jó kis gémjátékos hangja van most a játéknak. Ugyan tudom ledobni. És miért nem tudom ide ledobni? Na, azért. Az jó helyre fog esni. Na nézzük. Ide kéne hoznom a kulcsot. Ah, most én vagyok. És most jön megint a körbemenetel. Így, né? Debut. Csak arra kell rájönnöm, hogy hogyan fogok tudni oda fölmenni. Na és akkor ezzel most mit nyitott? Jaj, de hülye vagyok, hát kinyitottam azt az ajtót. Persze! Ó! Már mindent megoldottam, csak egyszerűen nem gondolkodtam jól. Ó!
Na, menjünk tovább. Aha, csak itt nincs nyitva ez a kapu. Van itt egy kód? Le kell írnom itt egy kódot? Nem áll. Á, nem, itt. Itt ide kell jönnöm. Ó, hú, 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 hú. Egyik be sem tudok bemenni? Nem. Hihi, na. Biztos, hogy bekapcsoltunk itt valamit. Aha, elektronika. Ú, ez jó kis otthonomnak tűnő valami. Úgy néz ki, mintha az otthonom lenne. Dobjuk be a floppy diszket. Na, várjál, gondolkodjunk. Kell találnunk egy floppy diszket. Meg jobbat mondok. Á, itt a floppy diszk. Boot of program. Beindítjuk a programot. Long jump ready. Valami location-t kell fölvennem. Nem nyílt ki valami ajtó? Á! Kinyílt. Nem, nem nyílt ki ez. Várjál, volt ott valami, volt ott lépcsőrendszer, nem? Viszont jól néz ki a szoba. Azt ki kell mondanom. Tehát gyönyörű a szoba. Teljes mértékben életű. Viszont a... 1800... Valami még hiányzik neki. A programot betöltöttük. A legutóbbi... legutóbbi session helyszínünk belett. Igen, és a location request need, tehát kell nekünk a location. A S18 E178-at fel kell vennünk. Pozíció. Ez kellene nekünk? Most már bejövünk ide. Nem. Már itt még találtam csövet. Nem ez a megoldás. S18, E178. Mondtam, itt még kell valamit csinálnunk. Liftet kell hívni? Nem. Hmm.
Várjál, ott volt valami rajz egyébként, megjegyzem. Erre gondolok. Erre nem tudom bedobni magam? Nem. Ó, ho-ho-ho-ho. Hát persze. Most ezzel mit csináltunk? Á! Kinyitottuk itt az utat. Na, és akkor ez mi lesz itt? Ó, tengerpart. Becsúszunk a hajóba. Elindul a hajó. Ugye, fiú? Megindult a hajó, és elsötétül a kép, mert hogy ezzel vége a játéknak, úgy de nagyon éreztem, hogy itt a vége az egésznek. Na, hölgyeim és uraim, ez egy gyönyörű, szépen sikeredett játék, és itt ez a végjáték azért az rendesen megtornáztatta az agyamat, és az, hogy rájöttem a titkára, azért az nagyon ügyes volt. És nagyon kellett a dologhoz. Nagyon-nagyon büszke vagyok erre a csapatra, ez nagyon-nagyon szép munka volt, és kész vagyok, kivégeztem egy ilyen jellegű játékot. Azt a mindenit, már ez is nekem egy óriási dolog, hogy már egy ilyen jellegű játékot kivégeztem. És hát nagyon tetszett, úgyhogy remélem, hogy nektek is nagyon bejött ez a játék, és gyakorlatilag, hogyha pontoznom kéne, hogy egy kicsit átvegyem az Adventúra játéknak a, illetve adásainknak a értékét, vagy érdekét, én azt kell mondanom, hogy ez 10-ből 15-öt kell, hogy adjak ennek a játéknak, mert gyakorlatilag ez ilyen volt. Hú, azért rengetegen benne voltak ez a játékban, és még csak a C betűnél tartunk, tehát azért itt még szépen el fog menni ez a névsor. És nem bántam meg abszolút, hogy ezt a játékot bevittem a sorozataink közé, mert ez egy arra való játék, hogy így bemutassam nektek, és végigvigyem. Nagyon büszke vagyok, nagyon ügyesek voltak itt a játékkészítői, tehát ez abszolút ez rendben van. Hú, de sokan tesztelték ezt a játékot. Vagy benne voltak a játék építésében. Igen, valósághű, tehát abszolút rendben volt. És nagyjából már azért lehetett érezni, hogy már így a játék vége felé vagyok, tehát kezdtem így sejteni, hogy azzal, hogy felöltöttem a 3D karakteremet, ezzel érezhető volt, hogy már azért a vége felé volt, bár azt hiszem egy mondattal így előmondtam, hogy lehet, hogy ez még csak a teljesen a kezdet. Hello, fiú! Kaptok a végére egy kis bátort. Igaz, fiú? Megkaptak téged, igaz? Igaz, kicsikém, igaz? Azt a minden. Kamera most látja téged? Igaz. Egy kicsit el fogjuk nyújtani ezt az adást. Na, vége a sornak, és akkor nézzük, hogy kinek köszönhetjük a játékot. Ohio, tehát egy amerikai játékról van szó. Na, és akkor felírja a sort, hogy igen, és kik készítették ezt a játékot. Azért tényleg egy nagyon komoly csapat állt itt. 6 éven keresztül fejlesztették ezt a játékot, azért az komoly. Azért az tényleg egy komoly dolog. Na! Bátor visszaadta a helyemet, és hogy most már nem fog kelleni. Na!
Ennyit erről a játékról. Ennyi volt, hölgyeim és uraim, ez a játék. Kiugrott teljesen a játék, kilépett nekem teljes mértékben a játék, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és egy élmény volt ez a sorozat, és lesz ennek folytatása, én azt gondolom, ha lesz ennek egy másik epizódja, mindenképpen meg fogom venni. Megérte a játék az árát, úgyhogy ugye akciósan vásároltam annak idején. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!